energiahatékonyság biomasszával. A megújuló energiák használatára irányuló beruházások pályázati támogatás bevonásával 1-2 év alatt megtérülhetnek. Fenntartható fejlődés. Kevesebb forrásuk van az önkormányzatoknak, ezért minden pályázati lehetőséget ki kell használni a gazdaságfejlesztéshez, hangzott el egy nyírbátori konferencián. Korszerű szolgáltatás. Uniós támogatásból Nyírtelek, Tiszadob, Tiszaeszlár és Tiszalok településeken épült ki teljes körű szennyvízcsatorna hálózat, továbbá tisztító telepeket is létesítettek. A megújuló energiák használatára irányuló beruházások pályázati támogatás bevonásával 1-2 év alatt megtérülhetnek. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az energiahatékonyságról, a biomassa hasznosításáról és az ehhez rendelhető uniós forrásokról tájékozódtak vállalkozások, intézmények, civil szervezetek és önkormányzatok vezetői egy nyíregyházi cég rendezvényén. A társaság telephelyén egy úgynevezett emissziós centrumot is átadtak, amelyben egyebek mellett az energianövények hatékonyságát szemléltetik. A biomassa energetikai szempontból az élő szervezetekből származó folyamatosan újra termelődő energiatermelése felhasználható anyagokat jelenti, ilyen például a fabrikett vagy a pellet. Ezekről is tájékozódhatnak azok, akik az átadott emissziós centrumba látogatnak. 8 évvel ezelőtt kezdtük el azt a tevékenységünket, ahol a Környezet és Energia Operatív Programban mentorokká váltunk. Akkor jött egy célkitűzés, hozzunk létre egy olyan zéro emissziós centrumot, ahol a megújuló energianövények, illetve a megújuló technikák jelen pillanatban itt a faegázisú biomassza kazán, illetve a napelem találkoznak egymással. Tehát az egyik az ültetvény az alapanyagot adja, a másik pedig felhasználja, ezért sikerült elérnünk ez év januárjától, hogy a fosszilis energiáktól mentesen kizárva tudjuk a tevékenységet. Az új centrum azért is jött létre, hogy vállalkozások, intézmények, civil szervezetek és önkormányzatok vezetői tájékozódjanak az energiahatékonyságról, valamint pár éve is újonnan telepített energianövényekkel ismerkedjenek. Az átadás után konferenciát is tartottak, ahol többek között a megyei közgyűlés elnöke tartott előadást arról, hogy milyen források érhetőek el energiahatékonyság ösztönzésére. Ilyen típusú fejlesztésekre a GINOP programban pályázhatnak, illetve a KEHOP programban pályázhatnak az egyes vállalkozások, cégek, kisvállalkozások, KKV-k. A megyei önkormányzat programja áttételesen tudja ezeket a ügyeket támogatni, illetve hát önkormányzati fejlesztéseket közvetlenül is. Tehát, hogyha önkormányzat gondolkodik energiahatékonysági fejlesztésben, akkor azokat igen, egyházak, civil szervezetek esetében is, illetve áttételes módon olyanfajta mintaprojektek megfogalmazásával, olyanfajta népszerűsítő eszközök felhasználásával, amelyek ezt a szemléletet erősítik. Az új központban egyebek mellett faelgázosító kazánnal ismerkedhetnek az érdeklődők, a szemléltető épületrésznél pedig az is látható, hogy egy átlagos fánál miért is adhat több és hamarabb hasznosítható energiát egy kifejezetten erre a célra termesztett növény. A jobboldali egy 10 éves akác, ennél jóval gyorsabban nőtt a baloldali fa, amely mindössze egy 5 éves energiafűz. Több száz négyzetméteren égett a nádas és a száraz fű ma a 4-es számú főút Császárszállás és Újfehértó közötti szakaszán a vasúti sínek mentén. A tűzoltók először kéziszerszámokkal kezdték az oltást, majd vízsugárral folytatták, nehezítette munkájukat az erős északi szél. A tűz a közúti és vonat közlekedésben nem okozott fennakadást. Az önkormányzatok kevesebb állami forrással gazdálkodhatnak, mivel feladatokat vontak el tőlük, hangsúlyozta a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke a Vidékfejlesztés, mint fenntartható fejlődés című nyírbátori konferencián. Gémesi György szerint ezért az új uniós ciklusban minden pályázati lehetőséget ki kell használni, amelyek hozzájárulhatnak a helyi gazdaságfejlesztéshez. Az elmúlt években a közigazgatásban bekövetkezett változások az önkormányzatokat is érintették. A feladat átcsoportosítás révén forrásokat is elvontak az önkormányzatoktól. Az új helyzetben meg kell találni azokat a lehetőségeket, amelyekkel pótolni lehet ezeket, mondta előadásában Gémesi György, a szövetség elnöke, aki szerint nagyobb önállóságra lenne szüksége az önkormányzatoknak ahhoz, hogy sikeresen tudják a helyi gazdaságukat fejleszteni. Úgy tűnik, hogyha ez a folyamat folytatódik, akkor legyengülnek a települések,
és nem fogják segíteni ezt a folyamatot. Tehát hagyni kell őket a saját maguk aktivitásán, kreativitásán keresztül érvényesülni, és nem elvenni az összes olyan forrást, amit megtermelnek, mert ha azt jól forgatják vissza a helyi gazdaságban, az munkahelyek teremtés további befizetéseket fog jelenteni a központi költségvetésbe. Nyírbátor egy éve tagja a Magyar Önkormányzatok Szövetségének. A város polgármestere szerint fontos, hogy a hosszú távú célok és feladatok megalkotásában együttműködés jöjjön létre az önkormányzatok között. Az a fajta átrendeződés, ami az elmúlt években folyt, egyfajta központosítás, nagyon sok feladat, ami korábban alapvetően önkormányzati hatáskörbe, irányításba és finanszírozásba tartozott, ma állami központosított irányítás alatt működik, viszont ahhoz, hogy mi a saját életünket, jövőbeni elképzeléseinket meg tudjuk valósítani, nagyon fontos, hogy ezekben azért megfelelő beleszólásunk, befolyásunk legyen. Ezért ezeket a rendszereket nyilvánvalóan át kell gondolni, és ebben a szövetségeknek ilyen szempontból fontos szerepe lehet. A konferencián a vidékfejlesztési programok kapcsán szó volt a közfoglalkoztatásban rejlő lehetőségekről is, amelyet eddig is igyekeztek kihasználni az önkormányzatok. Egy másik előadás a migrációval foglalkozott, amely az elmúlt hónapokban jelentős mértékben nőtt az országban. A téma aktualitását az is indokolta, hogy Nyírbátorban működik illegális menekülteket ellátó intézmény. Azokon a nyugdíjasokon szeretne segíteni a KDNP, akiket különböző termékbemutatók, egészségügyi állapotfelmérések vagy nyereményjátékok ürügyén vettek rá vásárlásra, mondta a sajtótájékoztatóján Tormási Géza, a párt nyíregyházi elnöke. A politikus szerint a szervezők kihasználják az idős emberek jogi ismereteinek hiányát, így az eredeti ár többszöröséért adnak el nekik néha használhatatlan eszközöket. A párt ezért konzultációt kezdeményez az érintettekkel. A célja ennek az lenne, hogy ezeket az információkat összegyűjtve a károsultak részéről egy olyan jogszabályváltoztatást kezdeményezzen, amivel ezek a az átverések, csalások a későbbiekben elkerülhetővé válnak, és sok idősebb honfitársunk kis megtakarított pénzét nem arra fordítja, hogy ezeket az összegeket kifizesse, hanem tényleg az egészségének a megőrzésére fordítja. 4,3 milliárd forintból valósult meg 4 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település korszerű szennyvízkezelése. Az Európai Uniós támogatásból Nyírtelek, Tiszadob, Tiszaeszlár és Tiszalök településeken épült ki korszerű teljes körű szennyvízcsatorna hálózat, továbbá tisztító telepeket is létesítettek. Tiszalökön 900 millió forintot költöttek a beruházásokra. Az Alsó-Szabolcsi Vízközműtársulást Tiszalök, Nyírtelek, Tiszaeszlár, Tiszadob települések önkormányzatai alapították még 2008-ban. A tervezett közműfejlesztéseket közösen pályázták, a beruházásokkal korszerű szennyvízhálózat és kezelés épült ki. Korábban ezeken a településeken nem volt szennyvízcsatornahálózat, így a keletkező lakossági szennyvíz a talajba szivárogva a talajt, a felszín alatti vizeket is szennyezte, veszélyeztetve az ivóvízbázisokat. A 4 megyei település szennyvíz projektje 2015 áprilisában a végéhez ér. A beruházásnak köszönhetően javul a szolgáltatás. Tiszalökön gyakorlatilag a helyreállítási munkálatok kezdődtek el, tehát a tisztító az már próbaüzemben van, elég rég. A maga csatornahálózat képítése is megtörtént, tehát most már ilyen kisebb felszíni munkálatok láthatók Tiszalökön, illetve majd most kezdődik el az utak, járdák, árkok, útpatkáknak a helyreállítása, ami nagyjából egy olyan május közepére el kell, hogy végződjön, vagy meg kell, hogy valósuljon. Most már rá is lehet kapcsolódni a hálózatra. A háztartások egyharmada élni is fog a lehetőséggel Tiszalökön. Ahol korábban kezdték a kivitelezést, mint például Nyírteleken, ott már a szennyvízrendszer próbaüzeme a végéhez ért. Mindenki ráköthet a hálózatra, befejeződik a projekt. Tiszadobon körülbelül februárban elkezdődött a tisztítónak a próbaüzemmódja, március elejétől köthetnek rá a lakosok, tehát ott is most már új szennyvíz által kipróbált szennyvíztisztító működik. Nálunk több mint duplájára emelkedett a kapacitása a tisztítónak, ugyanis a tiszaeszlári szennyvíz is hozzánk fog befolyni. Nálunk majdnem készen vagyunk, Tiszaeszláron van némi lemaradás, de ott is már bőven 85% fölött jár a beruházás, úgyhogy ott is hamarosan ráköthetnek az emberek a hálózatra. A lakosságnak érdemes lesz élni a lehetőséggel, mondta Tiszalök polgármestere, hiszen a településen nem kellett a beruházáshoz hozzájárulniuk a helyieknek. A szolgáltatás pedig olcsóbb, korszerűbb és környezetkímélőbb lesz, mint korábban.
4000 tölgyfa csemetét telepít a nyírvi Véanyíregyházi parkerdőbe. Az erdő felújítást fakivágással kezdték el még januárban az érintett félhektáros területen. Itt korábban közel 100 éves tölgyfák voltak, amelyek veszélyt jelentettek a sétálókra, futókra. Ezért is döntöttek úgy, hogy az elöregedett területet megtisztítják, majd facsemetéket ültetnek. A társaság a hatékony erdőtelepítés érdekében kisebb területeken erdőgazdálkodási ütemterv alapján végzi a munkálatokat. Kis területeken egyszerre egy 4-5000 négyzetméteres felületen vágjuk ki a fákat és újítjuk fel, ezzel biztosítható a folyamatos erdőborítás, illetve a változó faj és korösszetételű erdő is. Itt a faj elsősorban a kocsányos tölgyre korlátozódik, ez azért van, mert ez a fafaj itt őshonos, ez valamikor egy gyöngyvirágos tölgyes erdő volt, és ezt szeretnénk helyreállítani, 4000 darab facsemetét ültetünk el jelen pillanatban. A melegebb idő beköszöntével elkezdődik Nyíregyházán a kártevők elleni védekezés. A levéltetvek, a platán, poloska és egyéb rovarkártevők irtása a város vadgesztenye, díszkörte és platánligeteit érinti. A munkálatokat időjárástól függően március 26-án és 27-én végzik el. A magas fák permetezésére is alkalmas gépekkel, a méhek megóvása érdekében az éjszakai órákban 23 óra és hajnali 5 óra között. Az alkalmazott növényvédő szerek emberre és melegvérű állatokra nem jelentenek veszélyt. Harmadik századi település nyomaira bukkantak a régészek Nyíregyháza Polyákbokornál. A leleteket hamarosan láthatják, előtte nézzük a híradó további témáit. Még mindig kevés fiatal választ természettudományi pályát, ezért egyre több általános és középiskolában tartanak rendhagyó fizika és kémia órákat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Két döntetlent követően harmadszorra legyőzték a Ferencvárost a nyíregyházi tekézők. A Szuperliga rájátszásának második fordulójában az NTK hazai környezetben 5-3-ra bizonyult jobbnak a fővárosiaknál. Harmadik századi település nyomaira bukkantak a régészek Nyíregyháza Polyákbokornál. A József András Múzeum munkatársai a nyugati elkerülő második ütemének tervezett nyomvonalán végeztek leletmentő ásatásokat. Istvánovics Eszter ásatás vezető televíziónknak elmondta, egy a császárkorban feltehetően a népirtás elől menekülő dákok nyomait találták meg. Már tavaly novemberben bejárták a Polyákbokori területet a régészek és a humuszréteg eltávolítása után. Az úgynevezett tükörfelület felszínre kerülésénél már egyértelmű volt, hogy itt lesz mit keresni. A téli hónapok elteltek, és a tényleges munkálatok március elején kezdődtek a nyugati elkerülő nyomvonalánál. Többek között korong nélkül készített cserepeket találtak. Fölmerült az a kérdés, hogy ezek nem a megszokott népességnek a hagyatéka, amit találtunk, hanem talán valami vegyes lakosság, ami ugye nem lenne meglepő ezen a területen, hiszen periférián vagyunk ebben a korszakban, nem messze tőlünk Dácia provincia, a Dunántúlon Pannonia provincia, és a két terület közé beszorult barbárokról van szó. És ez alapján, a kerámia alapján felvetődött az a lehetőség, hogy talán nem csak a megszokott szarmata névre hallgató szkíták a rokon népességnek a hagyatékát találtok, hanem dákokat. Az ásatásokon többek között lakóépületek alapját és kemencét is találtak, amelynek egyik részén állatcsontokat fedeztek fel, azokat valószínűleg a jobb hőhatás elérése miatt rakták oda. Erről, illetve az ásatási munkálatokról Körösfői Zsolt régész tájékoztatott. A lényeg az, hogy a lehető legjobban kibontsuk, hogy a rajzolók azt szépen le tudják rajzolni, lehessen fotózni. Itt szép munkát nehéz csinálni, mert a csontok össze-vissza vannak, és nehéz szép dolgot kihozni. A leletmentő Polyákbokori ásatáson a József András Múzeum 5 munkatársa 22 fővel dolgozik együtt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg még a Beregi víztározónál és a Nyíregyházát nyugatról elkerülő főút másik szakaszánál is végeznek ásatásokat. Még mindig kevés fiatal választ természettudományi pályát, ezért egyre több általános és középiskolában tartanak rendhagyó fizika és kémia órákat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Ezen a héten a Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola és kollégium udvarán egy népszerű fiatal kémikus, az egyik ismeretterjesztő csatorna műsorvezetője Nagy Gergő Zoltán mutatott be látványos kísérleteket.
Még mindig szükséges a természettudományi tárgyak népszerűsítése, véli a Debreceni Egyetem szerves kémia tanszékének tanára, az egyik ismeretterjesztő csatorna műsorvezetője. Nagy Gergő Zoltán ezért is vállalta el a Nyíregyházi iskola felkérését, a diákoknak az intézmény udvarán mutatott be kémiai kísérleteket. Kijött a szellem a palacból. Az óriás gyufa kísérlet lesz a grand finálé tulajdonképpen. Hoztam is egy 3 méteres gerendát, hogy ezt a kísérletet kivitelezzem. Nagyon nem szeretnék robbantani, de ez az utolsó kísérlet, ez talán megér egy próbát, valamint hoztam termitreakciót is, amit a műsorban is kipróbáltunk, amelynek során egy trabantot égettünk el. Itt természetesen erről most szó nincsen, de szeretném megmutatni a gyerekeknek, hogy bizony 2400 fokot nagyon könnyen lehet csinálni. A legtöbb kísérlethez hidrogénperoxidot használt az előadó. Nagy Gergő Zoltán azt is megmutatta, ha a folyadékhoz némi festéket és mosogatószert adunk, habágyú keletkezik. A diákok többsége azt mondta, ha több kísérletet végeztek volna, sokkal érdekesebbek lettek volna a kémia órák. A gyakorlati részeket jobban szerettem, az elméletet ugye annyira nem, de szerintem ez a bemutató nagyon jó lesz, mert hogy a kicsik így lehet, hogy jobban felkelti majd az érdeklődést a kicsiknek a kémia iránt. A Nyíregyházi iskolában most tartják a Természettudományos Hetek című rendezvénysorozatot, amely egészen a Föld világnapjáig tart. Ennek egyik állomása volt a rendhagyó kémia óra. Igyekszünk a természettudományoknak a játékos oldalát megmutatni a kemény és néha nehezen érthető tudásanyag mellett. Ismerjék meg a gyerekek azt is, ami szép, ami vonzó lehet, ami érdekes, ami felkelti az ő érdeklődésüket és esetleg a pályaválasztásukat is befolyásolja. A következő hetekben egyebek között tartanak még fizikai kísérletversenyt, valamint több tanulmányi versenyt is. Két döntetlent követően harmadszorra legyőzték a Ferencvárost a nyíregyházi tekézők. A Szuperliga rájátszásának második fordulójában az NTK hazai környezetben 5-3-ra bizonyult jobbnak a fővárosiaknál, és a megszerzett két ponttal újabb lépést tettek a bennmaradás felé szlovenszkijék. Magyarósi Péter és Kastora Zsolt nélkül fogadta az NTK azt a Ferencvárost, amelyre a legutóbbi két fordulóban egyaránt döntetlent játszott, bár a hazai pálya előnye ezúttal a nyíregyháziak mellett szólt, a mérkőzésben egészen az utolsó dobásokig benne volt az, hogy ismét megosztoznak a pontokon a csapatok. Rögtön az első sorban a Szlovenszki Tibor 560 fája, ami szintén ugyanúgy volt, mint a Ráskiainak, az pontot ért, azonban Ráski János csak 8 fát kapott ki a vendégek messze legjobb játékosával szemben, úgyhogy mindenképpen azt lehet mondani, hogy szerencsésen és jól kezdtünk. A középső sorban a Hakker Dezső révén nagyon fontos csapatpontot szereztünk, az 567 fáj egyébként a legjobb nyíregyházi teljesítmény volt azon a napon, még mellette az Éliás Gábor meg 509 fával jócskán kapott fa hátrányt, de ezt a Hakker Dezső szerencsére ellensúlyozta. Így a záró sorra végül is 2-2-re álltunk, és volt közel 50 fa előnyünk. A kérdés az volt, hogy döntetlen lesz-e a vége, vagy sikerül a nyíregyházi győzelemnek örülnünk. A zárósorban Szegő Levente pontot szerzett, Finta Zoltán viszont 3 fával alulmaradt ellenfelével szemben, mivel azonban a hazaiak 68 fával többet szereztek a fővárosiaknál, a többletfájét járó két ponttal az NTK 5-3-ra megnyerte a mérkőzést. A nyíregyháziak a hétvégén a PTMT otthonába látogatnak. Komoly esélyünk van arra, hogy a Pétet ismét megverjük a Pét otthonába. Hozzáteszem, hogy több száz szurkoló fogja ott szemmel kísérni a hazaiak produktumát. Bízom benne, hogy ismételten csendesek lesznek, és a végére már valóban újra nekünk fognak szurkolni, és bízom benne, hogy lesz most már 600-at elérő játékosunk, és ami a legfontosabb, hogy azt a két pontot titkon szeretnénk begyűjteni, és ezzel már valóban matematikailag is elérni a 7. helyet a tabellán, és ezzel azt lehet mondani, hogy minden egyes reményünket, minden egyes elvárásunkat ezzel be is váltjuk, amit a bajnokság elején kitűztünk magunknak. A Szuperliga alsóházának tabelláját az NTK vezeti 14 ponttal, megelőzve a 10 pontos Kazincbarcikát, a 9 pontos Pétet és a 8 pontos Ferencvárost. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban.
A megújuló energiák használatára irányuló beruházások pályázati támogatás bevonásával 1-2 év alatt megtérülhetnek. Az energiahatékonyságról, a biomassa hasznosításáról és az ehhez rendelhető uniós forrásokról tájékozódtak vállalkozások, intézmények, civil szervezetek és önkormányzatok vezetői egy nyíregyházi cég rendezvényén. A társaság telephelyén egy úgynevezett emissziós centrumot is átadtak, amelyben egyebek mellett az energianövények hatékonyságát szemléltetik. Az önkormányzatok kevesebb állami forrással gazdálkodhatnak, mivel feladatokat vontak el tőlük, hangsúlyozta Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke a Vidékfejlesztés, mint fenntartható fejlődés című nyírmátori konferencián. Gémesi György szerint ezért az új uniós ciklusban minden pályázati lehetőséget ki kell használni, amelyek hozzájárulhatnak a helyi gazdaság fejlesztéshez. 4,3 milliárd forintból valósult meg 4 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település korszerű szennyvízkezelése. Az Európai Uniós támogatásból Nyírtelek, Tiszadob, Tiszaeszlár és Tiszalök településeken épült ki korszerű, teljes körű szennyvízcsatorna hálózat, továbbá tisztító telepeket is létesítettek. Tiszalökön 900 millió forintot költöttek a beruházásokra. A Kölcsei Televízió szerdai hírműsorát látták. Friss hírekkel holnap is jelentkezünk, tudósításaink addig is elérhetőek honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, kisebb esővel. Továbbra is a hazánktól délre örvénylő mediterrán ciklon hatása érvényesül időjárásunkban. Emiatt folytatódik az enyhe idő, de a korábbiaknál már több lesz felettünk a felhő, eső is több helyen eshet. Éjjel megnövekszik, megvastagszik, majd az éjszaka második felétől felszakadozik, csökken a felhőzet, eső zápor azonban egyaránt várható. A keleti, majd a délkeletire forduló szél helyenként megélénkül, reggelre általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhők zavarják a napsütést, néhol futó zápor is előfordulhat. A déli szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 fok körül alakul. Meleg fronti hatás van a térségben. A következő napokban változékony időre van kilátás, a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett gyakran megnövekszik majd a felhőzet, és többfelé számíthatunk esőre, záporokra. A hét végére több fokkal visszaesik a hőmérséklet, a jövő hét közepén ismét több lesz a napsütés, és átmenetileg melegszik az idő, de a hét második felében lehűlés várható. Észak-Magyarországon ismert a gyümölcsoltó boldogasszony napi népi regula, gyümölcsoltó hidege, téli hónapnak megölője. Időjárás jelentésünket támogatta az újfehértói Termárium városi úszodai sportcsarnok. Úszoda, szauna, squash, konditerem, bowling, bár. Élmények egész napra.